Na csumi srácok, jöttem egy újabb mi újság költő vidivel, mert elvileg be itt valami új cucc, nem is gondoltam, kipróbálom a Festival Shopot. Kíváncsi vagyok egyáltalán mi ez, de mondtam Mystery Shop, valami olyasmi lehet biztos. Na nézzük. Shop A, Shop B, Shop C. 74%, 71, 75. Hát igazából ez nem rossz. De itt mit kell csinálni? Azt tudom, hogy diát költeni. De azon kívül... Ez itt mi kezek. Ő itt van egy emót. Van ilyen japán, izé cucc. Felső tett. Nézzük, és hogyha... Aha. Nézzük, és hogyha én ezt megveszem, akkor mi van? Ez mi? Ez mi ez? 85%-os kupon. Ő! De durva! Akkor ezt az emót megveszem. Az emót ez nincs meg nekem. De ezt megveszem. Jaja. Aha, és akkor... Most már fullon. De durva. Azt a mindenit. Ja, és itt vásárolsz, hogyha 50 dél vásárolsz, akkor kapsz egy másik kupont. Aha. Hát ez olyan, mint a Mystery Shop. Ez dettó ugyanaz. Igazából. De komoly. Íj, motorskin. Itt van a kék rucc is. Ez nagyon durva. Azt a mindenit. Na nézzük, mi van itt. A shoppába benne van ez a csajruci. Annyira nem néz ki rosszul. A cipője az nem tetszik, a nadrág az egész fasza. Belsője is jó. Na igazából elmegyegynek. Na majd 10 Lime Royale pörgető, akkor itt van az S2-es Ruci, azt hiszem, az S2-es. Ah, igen, igen, a fejhallgatós fószer. Annak a bundle-ja. Akkor van egy 10 Cobra fejlesztő. Van egy Yakuza kalap. Meg anyának a papucsa. Nem tudom, miért rakták bele. De biztos kelendő. Majd kés helyett majd papucsot fogunk dobálni a játékba. Hát ez milyen kevél lenne, geci? Felmenni pajtába, az izé papucsa. Papucsa, izé fejbe vágnál mindenki, geci. Az mekkora kevél volna. Azt a kurva. Jó, most srácok, nézzétek el, mert most értem az a melóból, és most csinálom a videót, és ilyenkor szenvedek. De hát az nagyon kevés volna, bazd, hogy mindenki papucsa dobálvozna ott pégbe, bazd meg, fent a nagy házba. geci. Na mindegy. Na. Jó. Jó, akkor ugye megvettük a Scar, az a fejlesztőt, ezt az emótot, ezt a felső testet, ezt megveszük, ezt a felső testet, mert szerintem az nincs meg. Hát, ami még itten ebből kell, kalap most nem hiszem. Az mégis van, azt hiszem, az a kalap. Jó, a kobrához. A Diamond pörgetőm az van nagyon sok. Hát ebből szerintem a Shop A-ból szerintem ennyi. Egyelőre. Itt ez a Diamond Royale-os volt ez a az a ruha, nem tudom, 4-5 hónappal ezelőtt volt ez a ruha, az egyik keze ilyen mutáns, ilyen Venom keze van. Ez a csávó, aki olyan azaz. Ja, de amúgy jó kis ruci. Keze miatt az elég durva. Ugye van 5 inkubátor pörgetőnk. Ez karakter bundle-el, az elég jó áron van, csak hogy ez a karakter nagyon nem ér semmit. Hát itt van egy AK fejlesztő, egy gránát, meg room card.
Ez egy lootbox. Ez azt hiszem egy régi elit passz volt benne. Most nem akarok hazudni, nem tudom ez miben volt benne. De ez megvan. Ez elég régi cucc. Az a cápafejes loot box. Na nézzük, hát ami nekem innen kell, az pedig, hát ugye egyértelműen az AK-nak a fejlesztő boxa. Hopp, és mind kaptam valami kupont. Itt is egy 85%-os onlit. Hát akkor ez simán megéri így akkor. Hát akkor a roomcardot az persze, hogy kivesszük. Jó lesz gyakorolni. Most mi van? Eddig tartott? Menj már. Most miért vett el? Miért vetted el? Hát ez buzerátor. Hát az shop-alban az, mert normálisan tudtam azt a 80%-ért venni dolgokat. De mit miért veszi el? A shop B-be. Miért veszi el? De egy csöves bánat ez, bazd meg. Na jó van, úgy látom. Akár ezt a videót csinálok, mindig kibaszik velem a garéna. Komolyan, azt nem hiszem el, hogy mindig kitalálni a fasságot, hogy bele kelljen verni 2-3 000 diát. De egyszer komolyan annyira beidegelnek, hogy felhívom, és mondani fogom nekik, hogy figyeljetek ide, még egy ilyen álkombákom, a faszomat a szátokba vágom. Ezt komolyan meg fogom nekik mondani. Na jó, nem, aztán kapok egy 20 000-es diabant, aztán meg én szopok. Na mindegy, de akkor is. Jó buzik ezek. Na mindegy, minden nem kell igazából már amúgy semmi, a fejlesztő cucc volt a lényeg. A shop C-be, meg mi van a shop C-be. Hú, ez jó, ez is cucc, ezt kivesszük. A shop C-ben, na itt van, és egy gold, nem gold, hülye vagyok már gold, ez is Diamond Royale-ban volt benne. Diamond-ban volt benne, vagy gold Royale-ban? Hát meg nem mondom, de se olyan annyira régi cucc. Ez is egy 3-4 hónapja lehetett bent. Ugye csak az sima, fekete, ilyen barnás. Tudsz, de ez meg most a kék változata. Ugyanaz, mikor visszahozták ezt a kék kalózruhát, ugye annak volt a fekete-barna ruhája. A legelső, ami ugye az Elite Passban volt benne. Nem tudom, az S18-as Elite Pass volt, azt hiszem. Ez kalózos. Az is már elég régi. Cucc. Na, ugye van egy motorskin, van 3 room card, 2 név változtató. Na most srácok, aki új guildban van, és nevet akar váltani, vagy kötelező guildban, ez simán megéri. 2 darabot, 2 room card, 190 DR, simán megéri. Nagyon megéri. Jó, akkor 10. Vipper Royale pörgető. Egy nyári strandnaci, most úgyis jön a fürdőszezon, úgyhogy ezt lehet megvenni, csak lehetőleg ne fossátok össze, mert ugye az a vízben meglátszik, a klóros vízben még a pisi is, ugye nagyon húgyózzatok bele a medencébe. Jó, az otthoniban bele lehet, mert vagy a szűrő kitisztítja, vagy majd lesz vele valami. Jó, akkor van egy M79, box, vagy láda, B90, nem rossz, ez a dezi, ez nagyon jó, ez a dezi, ez a legjobb ez a játékban, 2 pontosságot ad, ez a nagyon kemény, egyik kedvencem, sose adtak ki örökbe, de majd most megnézzük. Na nézzük, 3 room card, az persze, hogy kell. A névváltoztató van, 7 vagy 8, az nem kell. Na nézzük a kupont. Itt 90%-os kupon. Na ez a nem mindegy. Gyerekek, ez a nem mindegy. És akkor most melyiket vegyem ki? Fogadjunk, még én buziskodni fog. Most megveszek valami fasságot, és akkor még én el fogja venni. Tuti, 1000% el fogja venni. Na nézzük, jó, ezt megveszem. Tuti elveszi. Gondoltam, bazd meg, gondoltam.
Mekkora egy buzi ez. De akkor faszja, hogyha már ennyi diát belekölt a játékba, akkor miért nem tudja bazd meg egyszer normálisan odaadni? Istenem. Hát jó, hát ugye erre megy, hogy minél több diát ott hagyjatok. Jó, hát akkor még ez a deziskör. Ez még kell. Egyértelmű. Innen nem kell semmi. Azt is, ez sem megvan. Shop B-ből, hát még az öt inku. Ez még jó lehet. Ez a granat skin az eszem megvan. Ez. Öt inku pörgető, ami úgy jó, hát akkor inkább inku pörgetőt veszek, mint Diamond Royale pörgetőt. Jó, az is lesz. Itt van anyámnak a papucsa. Hát ez nagyon kemény, tényleg, geci. Na, szerintem ez az inku pörgetőt, ezt szépen itten kivarázsoljuk. Jaja, jól jöhet. Na, marad 78. De annyi, mit vegyek meg? Értem, van, meg tudok venni 78-ért. Itt a sisak meg anyám papucsa. Hát akkor egyértelmű, hogy a sisakot veszem ki, mert anyám papucsa az lemék hozzá, azt elkérem, úgyhogy igazából az nem kell. Hát akkor pont 78, ja, akkor ezt a Yakuza kalbot szépen itten kiveszegetjük. Na. Nézzük, mink is van. Ne szólj, de legvégén nyitom ki. Nézzük, kezdjük egy AK box-szal. Na nézzük, remélem kurva jókat fog adni. Az 6, 16, 21, 26. 26, 35, 38, 43, 50. 1. Az 60. 60-at adott, az kurva jó. 60-at adott, az nagyon jó. Jó, nézzük a kobrát. 8, meg 5, az 13, 17, 24, még 28, 28, 33, 37, 40, hát ez csak 48-at adott. Nem a legjobb, nem is a legrosszabb, mert hát meg annyi diáér, mondjuk az kurva jó. Na nézzük a szkárocskát. 4 meg 4 az 8, meg 4 12, 15, 19, 23, 26, 31, 36, 40. Hát addig az út legszarabb. Na srácok, hát most nagyon szeretném ezt a dezit megkapni. Ennek megvan a woodpecker-e, az annyira nem jön be nekem. Jön egy másik. A rózsaszín halálfejes, az pontos. Viszont ennek a boxnak a dezi a legjobb. Komolyan. Remélem beadja. De jó lenne, de jó lenne, de jó lenne. Na nézzük. Na. És beadta a dezit, ott van, geci, ott van. Jó, asszony, hozd a pesgőt. Hozzad a pesgőt, ezt megünneplöm. Utkor rábasztam 50 ládát, 50 diára, nem tudom, 2000 diát rábasztam, és nem adta ki. És most meg itt van, kiadta. De kurva jó, geci. De kurva jó. Már ma nálam házabul is, srácok. Jó? Beugró nincs, fiát hozzatok. Kész. Ennyi. De jó, geci, de jó. Na, ennek most örülök. Na most komolyan, ennek kurva örülök. Nem baj. Nagyon jó. Na. Adrián barátom. Ez se bír magával. És ha mondom kell neki, hogy újságbe rúgom, hogy 7-ig cipőfűzőt fog köpködni. Mert nem bír magával.
Na nézzük. Beappons, Evogan. Hát ugye... Level 7-es ez. Kell még bazag 500. Az sok. Scarhoz mennyi kell még? Ez már is olyan sok kell a level 6-hoz. Jó, 86. MP-hez a level 6-hoz. Ó, mindjárt level 6-os az MP-m. 38 darab ilyen izé kéne. 380 dia. Na jó, valakinek leadom az akkumat, majd töltsem már fel egy 500 diával, jó? Köszi. Úgyhogy hát ennek a fejlesztő meg nem volt benne. A srácok, nem tudom, én kipróbáltam ezt a shotit, nekem annyira nem jön be. Annyira nem fasza. Meg 5000 évre újra tölt. Na nem baj. Na nézzük akkor mi van itt. Pa-pa-pam. Jaj, itt a woodpecker, amit mondta, itt van a halálhely, ez nagyon jó, ad egy damage. Egy akkor részét, ez nagyon jól lehet hedézni, akár rumba is, vagy egy nagy pályáron kedve. Itt a woodpecker, ez csak a range. Na, de első rossz. Úgy itt van, nem ez, ez top-up-os volt. És ami a legjobb, az pedig itt van. Ó, akkor részi. Ó, ez nagyon jó, ez a Dezi, a legjobb. Nagyon szeretem ezt a Dezit. Ó, ez olyan lehet vásatolni, hogy behugyoztak. Nagyon kemény. Van 25 falszkinem. 33 gránát. Ja, meg igen, valaki rám írt privátban, az egyik videómban látta az XM8-at. Hogy azt még nem látta. Meg hogy mindig fegyverből megvan-e a legerősebb. Hát persze, igazából itt van az M4. Ebből is ez a legerősebb, hát AK-ból persze ez a legerősebb. Ez is level 6-os, mi a level 7-es. Itt a Scar. A Groza, ezt is nagyon szeretek grozázni, és nagyon szeretek. Az SK-s. Dragunov. Na itt az XM8. Na hát ez egy inkubátorban volt benne. Ugye a legerősebb. Igazából nem ugyanazt tudja, mint ez. De ugye ez rate, csak 2-es rate of fire. Meg minusz magazin. De ez 2 rate of fire, meg akkur részi. Ez pontosabb. Nem annyira szór szét. Ez is tökéletes igazából. Mert nagyon jó. Én is nagyon sokáig azt használtam, de ez brutális. Ez nagyon jó. Meg ugye itt van az M60, az a legerősebb játékba. Igen, meg az AUG. Ez az kedvencem, de szerintem a videókból már rájöttetek, hogy szeretek aprítani. Ez is jó, amúgy ez nagyon pontos. Ez az AUG. Ez azt hiszem top-up-os volt. Ez is most volt top-up-os. Ez nem volt top, nem, ez volt top-up-os. Ebben ez nem tudom melyik volt. Ez is jó, egy rate of fire, tökéletes. Olyan úgy, hogy van itt minden, mint az üres boltba. Komoly dolgok ezek. Na, hát srácok, igazából ez a videó ennyi, megnéztük ezt az új cucipupit, hogy ez mit tud. Na, igazából volt ebben a jó cuccok. Azért, hogy kibaszás ez. Mennyi diát bele kell itten verni a dolgokba. Na. Meg még annyi, hogy újításként majd most már el fogunk kezdeni Adriánnal live-olni, most már csatornán lesznek majd live-ok. Próbáljuk összehozni, lesznek rumos live-ok, rankedes, nézőkkel játszunk. Ja, úgyhogy egy kicsit újítunk a dolgokon. Szerintem majd újra lesz majd megint egy ilyen skin battle verseny, az előzőt Csándor Adrián nagyfejű barátom nyerte meg, 520 diát kapott,
innen a videóból is gratulálok neki. De van, úgyis vissza fogja adni, mert elverem rajta. Na mindegy, nem is az a lényeg. Úgyhogy, ja, úgyhogy lesznek még ilyen versenyek, ötletek, majd még agyalunk rajta. Egy jó közösséget tudjunk kialakítani, hogy ne csak a szitkolózás menjen, ez az amaz. Úgyhogy rajta vagyunk a dolgon. Na hát srácok, most ebben az a videóban ennyi. Úgyhogy... Én annyit akartam, hogy kommentben majd írjátok már meg, hogy igazából nektek, hogy milyen videók, amik úgy bejönnek, milyen stílus szerettek, melyik a kedvenc játékosotok, akár magyarba, akár külföld, gondolok, hogy Vincenzo BNL, Rogue, Broken, Van White, ugye vannak nagyon sokan. Hogy erre kíváncsi vagyok, hogy így a magyar átlagnak ki a kedvence. Jó, azt megköszönöm. Kíváncsi vagyok, hogy a többsége, hogy kire szavaz. Úgy igazából én nincsen bajom senkivel, és elismerem őket, nagyon nagy játékosok. De ugye mindenkinek csak van egy kedvence. Úgyhogy ezt írjátok meg kommentbe, ha szeretnétek. Na srácok, akkor itt én ezt most itt be is fejeztem. Vagy jövök a kövi videóval, nem tudom, hogy az vásárlós lesz-e, vagy rankedes. De majd jelentkezni fogok, mert most egy ideig nem voltam, nem tudom, egy hétig nem raktam fel videót. A meló miatt. De jelentkezni fogok, meg nem vagytok elfelejtve, mindenki nyugodjon a picsába. Attól mindenki megnyugszik. Úgyhogy találkozni fogunk. Ha tetszett a videó, légy szíves, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. És később találkozunk. Sziasztok, skocok!